Sziasztok, meg én rettenet korán van. Tegnap végre esett egy kicsit 5 percet körülbelül, de arra jó volt, hogy pont elkezdtem locsolni, és valamennyit esett, jaj, de jó. Minden cseppért vagyok ebben a 40 fokban. És ahogy, hát akkor folytassuk ezt a hetet, ami tényleg nagyon izgalmas. Nem tudnak veszíteni hogy mondjam, az elmúlt 20-25 évben tényleg az abszolút hegemóniát uraló és minden szempontból uraló elitek, akik, na én most tényleg azért vagyok nagyon szomorú, mert tegnap a TikTokkal kapcsolatban volt egy ilyen levélváltásom. Igyekszem mindenkinek válaszolni, aki tök kretén, annak nem, persze, meg aki hülyéskedik. De ez tényleg egy nagyon szomorú történet, egy lány, nem tudta rendben, hogy fiúból akar lány lenni, vagy lányokból akar fiú lenni, és mondtam neki, hogy nem vagyok hajlandó erről a filmet csinálni, mert megvan a magam véleménye. Csak azt tudom mondani, hogy mindazok, akik ezeket a dolgokat kitalálják, propagálják, elhintik a fiatalok között, azok tényleg azt kívánom neki, hogy a pokol tüzében égjenek, tehát csak ennyi. Ugyanis csak egy mondat, ezt a lánynak és fiúnak nem tudom, elmondtam, a kromoszómáid azok nem változnak meg. Hiheted magadat annak, aminek akarod. Én is királylányt játszottam, a függönyt magamra tekertem 10 évesen, az unokáimnak annyival jobb a helyzete, hogy én megvarrom nekik ezeket a tündér meg lányruhákat, meg mit a csipkeruha, minden, a nagyobbik az minden születésnapjára kap egy csipkeruhát, vagy minden másodikra, most például egy csipke szoknyát kapott, egy ruhát, amit most direkt azt mondta, hogy nagyobb csináljak, és behúztam neki itt a mellénél, és akkor annyira örült neki, és mondtam, hogy hát tudod, pár év múlva lehet, hogy lesz cicid, és lehet, hogy mindig jó lesz ez a ruha, mert pokáig ért, és akkor még föl is hajtottuk, és így hihetetlenül örült neki. Hát én a fél életemet odaadtam volna egy ilyen nagymamáért, aki megvallja neki, és nem a függönyt kell magamra tekerni. Na mindegy, és persze, és nagyon szerettem volna állva pisilni, meg egyebek. Tehát az a baj, hogyha nem vigyázunk a gyerekeinkre fiatalon, fejlődő képes korban, akkor azt tesznek velük, amit akarnak. És hát ez nagyon szomorú, és csak azt tudom üzenni mindenkinek, aki nem biztos abban, hogy ő pontosan micsoda, hogy találja meg önmagát, és önmaga az a test, amit választott magának. Nagyon-nagyon-nagyon ritka az az eset, amikor valaki tényleg tévedésből más testet csinál, de abból indulsz ki, hogy te magad ott vagy a fogantatáskor, pontosan tudod a saját panoráma tudatoddal, hogy milyen testet választottál, akkor hidd el, hogy te választottad ezeket a szülőket, te választottad ezt a testet, fogadd el, tanulj bele, örülj neki, nem kívülről jön a boldogság. Amikor azt mondom, hogy minden jót és minden rosszat magunknak teremtünk meg, akkor azt is mondom, hogy nem kívül fognak bennünket boldoggá tenni. Tehát, hogyha te magad nem találsz a saját életedben kapaszkodókat, boldogságot, örömöt, akkor hiába jön a királyfi fehér lovon, azt se fog boldoggá tenni, hidd el. A kés alatt meg pláne nem leszel boldogabb. Tehát annyiszor látom, olyan, tulajdonképpen ez is valahol szánalmas. Nem azt mondom, figyelj, megnyúlt a mellett 3 gyerek szoptatása után, vagy azt mondod, hogy elmész egy zsírleszívásra, mert a hasadat nem tudod lefogyasztani. Tényleg vannak ilyen zsírpárnák, amik tényleg makacsak. Menj el, persze, menj el, csináltad meg, örülj neki, legyen jobb. Tehát, de javítsd a dolgaidat, nem tudom, hogy értitek-e a különbséget. Tehát javítsd meg azt, ami elromlott ahhoz képest, amilyen volt fiatalon, és oké, és legyél vele boldog. De olyasmi, amit abúvó nem tudsz megváltoztatni. Én hiába szeretnék szőke kék szemű lány lenni, hordhatnék, hogy hívják ott, kontaktlencsét, és befesthetném szőkére a hajamat, és attól szőke kék szemű lennék? Nem. Ugye, ha leveszem a kontaktlencsémet, meg ha lenő a hajam, akkor ilyen, bár ősz egyébként, tehát teljesen mindegy. Na, jó, nézzük ezt de nem véletlen, tehát a mostani kesergéseim, töpfögéseim, ahogy szoktam mondani, azok se véletlenek, hiszen nagyon témánál vagyunk, hiszen majd csak megtalálom azt, amit ki akartam nektek vetíteni. A mai töprengésnek a címe Vénusz Plutó opozíció érzelmi fekete lyuk. Tehát ez nagyon lényeges, hogy ez egy érzelmi fekete lyuk. Ugye Judy Hall nevezte el érzelmi fekete lyuknak ezt nem pont ezt az állást, hanem minden Vénusz Plutó fényszög kapcsolatot, még a trigont is, azt mondta, hogy még a trigon is olyan, hogy az is bizony tud ilyen érzelmi fekete lyukként működni. Mit is jelent az érzelmi fekete lyuk? Soha nem lesz elegendő szeretet. Tehát azt fogod érezni,
hogy hiába reszketsz a szeretetért, és mindent megteszel, hogy szeressenek, mégsem kapsz elegendő szeretetet. Ez különösen igaz a kvadrátokra és az opozíciókra, mint például ez, de mondom, még egy szextil vagy egy trigon is tud úgy működni, csak a trigonál szextilnél vannak eszközök a birtokodban, amivel kedvesen, aranyosan kizsarolod azt a szeretetet, amire szükséged van, de ugyanúgy a fekete lyuk elnyeli, ugyanis ugye a Vénusz a szépség, harmónia, nőiesség, erotika, pénz, szerelem, a Plutó pedig a soha semmi nem elegendő, ugye, tehát az erő, a hatalom és a transformáció működése, és egész egyszerűen a legnagyobb hatalmat, a legnagyobb erőt képviseli, tehát ami van, az soha nem elegendő. Tehát így jön össze ez a dolog. Emlékeztek talán rá, hogy a szuper siker fényszög kapcsolat, az a Jupiter-Plutó jó fényszög, konjunkció, trigon, bidirekciós kvinkunk, stb. Mert tényleg úgy működik, hogy soha semmi nem elegendő, miközben a Jupiter mindenből sokat ad, tehát a Jupiter folyamatosan ad, és a Vénusz is egyébként, a Plutó meg mindezt elnyeli, és még mindig kell neki. És ez nagyon erős hajtóerő. Na most éppen ezért a Vénusz-Plutó is tud fantasztikus hajtóerő lenni, és ez a megoldása egyébként a Vénusz-Plutó nehéz fényszögeknek, hogy használd fel arra, hogy legyen benned egy olyan hajtóerő, amivel vagy pénzt, vagy valamilyen harmóniát, vagy valami fajta biztonságot teremtesz magadnak, a szeretteidnek, úgy, hogy közben folyamatosan alakulsz, és folyamatosan növeszted a dolgokat. Na ez a Vénusz-Plutónak a pozitív oldala. És higgyétek el, hogy ez a mostani állás nem annyira negatív. A budapesti képletünk az július 12-e, 16 óra 12 perc. Másfél nappal vagyunk a nap Szaturnusz és Pallas Athéné, ugye trigon, vízátfutó trigontól, amit egyébként a Hold Juno együttállás egy nagyon szép sárkánnyá alakít. És ahogy nézitek a téridő pillanatot, most már ugye az Uránusz és a Mars egész közel vannak egymáshoz, tényleg 3 nap és együtt fognak állni, arról is persze csinálok majd videót. A Vénusz ugye elhagyta a tegnap előtt még analitikus pozícióját a rák legvégén, és most már az oroszlánban egy büszke, kreatív, játékos, harmónia teremtő Vénusz. A Lilit emelkedik, és a Pallas Athéné is tulajdonképpen. Milyen érdekes, hónapokig mondogattam nektek, hogy két erős nő alakítja a dolgokat, hát ez a két erős nő úgy látszik, hogy Giorgia Meloni és Marine Le Pen, akik valamiért utálják egymást, de hát mindegy, szabad egymást is utálni a politikában is, miért ne? És hát emiatt ugye nem igazán tud egyesülni a jobb oldal vagy a patrióta oldal, de azt gondolom, hogy ügyek mentén nagyon jól fognak tudni működni, különösen azért, mert ugye nem Marine Le Pen lett a Patrióták Európáért csoportnak a vezetője, hanem a 28 éves és nagyon-nagyon fiatal, de nagyon sikeres és nagy népszerűségnek örvendő Bardella. Meglátjuk, hogy hogyan fog muzsikálni. Az az igazság, hogy nem tudok róla semmit. Ha ránézek a fényképére, akkor nincsenek negatív érzelmeim, nem úgy, mint Sebastian Kurznál. Amikor először láttam ezt a pöcsfejet, akkor azt gondoltam, hogy Jézus Mária, ez minden, csak nem az, aminek mutatja magát. Aztán lehet, hogy ebben is csalódom, nem tudom. Mikrorról azonnal tudtam, hogy egy zsúr fiú, tehát ez egy kifogástalan globális pedigrével rendelkezik, és persze, hát hogy mondjam, játsza a majom szerepét a majom ketrecben. Most abszolút aztán bebizonyított, hogy ez így is van. Aztán majd meglátjuk, hogy ez növi-e magát ez a fiú, vagy pedig őt is ledarálja a globalista háttérhatalom, mert hogy nem is annyira háttér, mert ott vannak az előtérben. Tehát nézzétek meg, hogy most milyen érdekes, ugye ez a két erős nő most eltávolodott egymástól, de érdekes módon majd megint közeledni fognak, tehát az aszteroidák nagyjából 4-4,5 éves keringési idővel rendelkeznek, el is rosszul retrográdok, és aztán beérik egymás, újra elmennek egymástól, aztán újra beérik egymást. Most itt egy távolodás van, hát ez látszik is a politikában. De én nem neveztem volna őket meg, tehát az asztrológiában az a csodálatos, hogy az ember elmondja, hogy mit lát, vagy mit érzékel, és aztán jön egy esemény, és akkor meg tudja helyezni. Aztán néha nem. Ez is igaz. Jó, amint látjátok, még ugye a Chiron Eris folyamatosan közelednek egymáshoz, de még mindig nincsenek ott. Most már ugye a Mars Uranus közelebb van, mint a Chiron Eris, nagyjából ugyanúgy 2-2,5 fok az eltérés, és van két gyönyörű felezőpont tudunk a téridő pillanatban, ez a 16 óra 12 perc Budapesten. A Hold, ami már átment a mérlegben,
az tulajdonképpen a leszálló holcsomó fekete hold felezőpontjában. Mi is a fekete hold? Bátor, becsületes helytállás és tisztánlátás. Ugye ez a Lilith mítosz harmadik mozzanata, amikor Lilith visszamegy az Édenkertbe, azért, hogy szegény csinálmányt, Évikét, ugye felvértezze valami fajta tudással és lélekkel, és hát ezért neki ott be kell húsznia, ugye, kígyó formájában, kigyógyítsa Évát a lélektelenségből. És közben ugye a leszálló olcsomó, az pedig ugye a hozott karmikus viselkedési, mind a karmikus tapasztalatok összessége, és ezt kapcsolja most össze mindhárom cucc a mérlegben van, tehát ez a mérleg, ez a rendteremtés, harmóniateremtés, diprovácia, nagy üzem, tulajdonképpen ezt lehet mondani erről a téridő pillanatról. És egy másik nagyon érdekes felezőpont szerkezetünk is van, mert ugye ezt igazából még konjunkciónak, hármas konjunkciónak is lehetne lefordítani, de van itt egy másik felezőpont szerkezetünk, a Neptunusz van a felszálló Szaturnusz felező, és ugye mindegyik retrográd, most itt a felszállóhoz nem írtam oda, hogy retrográd, de hát a holcsomópontok definíció szerint retrográdok hátrálnak, vagy éppen állni látszanak. Ugye a felszálló mindig azt mutatja meg, hogy mi a dolgunk, mi a sors feladatunk. Most megtanulni kiállni magunkért, harcolni, megtanulni küzdeni. A Szaturnusz, ugye a karma ura, a küszöb őre, a halakban olyan túl sokat nem tud csinálni, mert ilyen kicsit ilyen misi-musi nyuszika, ugye elúszik a halakban, nincs talaj a láb alatt, és tulajdonképpen az érzelmeinket lehetne megszilárdítani, de most éppen hátrál, viszont a Neptunusz a saját jegyében baromi erős, most éppen hátrál szintén, tehát igazából mindegyik befelé fordít, befelé keressük a válaszokat. Ha egy retrográd Szaturnuszt látsz egy születési képletben, az mindig azt fejezi ki, hogy az illetőnek az első gondolata, ha valami hiba van, vagy valami rosszul sikerül, vagy valami elromlik, hogy mit követtem el, mi az, amit rosszul csináltam. Elképesztően jól tudnak ezek az emberek tanulni a saját hibáikból. A retrográd Neptunusz pedig nem bízik azokban a dolgokban, amiket letapogat, amiket lehoz, megkérdőjelezi. Biztos így van? Biztos, biztos jól érzékelem? Biztos jól érzem? Amik egyáltalán nem okoznak kárt, tehát tulajdonképpen nagyon jó, hogy ezeket a kérdéseket feltesszük magunkban, vagy magunknak, és válaszolni próbálunk rájuk. Szaturnusz felszálló holcsomó kapcsolatok, mert ugye a felezőpont is, hogy kapcsolat, csak egy fényszög kapcsolat. Tehát a Szaturnusz felszálló holcsomópontok általában azt jelzik, hogy nagyon komolyan veszem a sorsomat, a sors feladatomat, beleállok, megcsinálom. A Neptunusz kapcsolja ezt össze, az pedig a magamba vetett magasabb dimenziókon átívelő, tisztánlátó minőség, amivel én közelebb kerülök ahhoz, amit csinálnom kell, amit látnom kell, amit érzékelnem kell. Tehát így lehet lefordítani ezt az állást, amit tök jó ebben a téli pillanatban. És akkor nézzük, hogy mi van itt még, mert hogy van egy csomó minden, megint van egy korollám, drágáim. Ez most már sokadik korollánk itt a különböző téli pillanatban. Én ennyi korollát még életemben nem látom, de tényleg, tényleg. És a következő a helyzet. Miért ezt várja csak egy kicsit? Itt van, kettővel arrébb mentem, igen. Tényleg nagyon fáradt vagyok, nagyon korán van, alig van hangom, pedig most direkt beszéltem, nem énekelgettem, de konkrétan magammal beszéltem, még a kávémat ittam, hogy hát biztos halljátok, hogy tökre lesz a hangomra, mindegy. Mindenesetre be is filosoztam nektek, hogy a helyzet a következő, és odaírtam az állásokat. Ez egy nagyon-nagyon-nagyon pontos korona lenne, és tulajdonképpen a Neptunusz állása is baromi pontos, tehát létrejönnek a fényszögek, de a Neptunusz, mivel a halakban van, ezért energetikailag diszociálissá válik a korona. Pedig, ugye milyen jó lenne, ha lenne, nem baj, mert továbbra is a Szerna a csúcs díszünk, a szétdarabolás általi teremtés kentaurja, amely ugye jelenleg ikrek 0,56-on áll, és nem sokára majd retrográdba fordul. A Plutó abszolút retrográd, ugye vízöntő 1 fok 7, azt a téridő pillanatot választottam ki, amikor a Vénusz is pontosan 1 fok 7-en áll, szemben a Plutóval, ez ugye az érzelmi fekete lyukunk, és a fekete hold Lilith pedig mérleg 1 fok 27-en áll, tehát tulajdonképpen a maximális orbit, itt tulajdonképpen a fekete hold Lilith és a Neptunusz között áll, de még az is pont benne van a dolgokban, mert ugye 2 fokig fogadjuk el, tehát abszolút ott van, tökéletesen záródik a korona, csak energetikailag a következő a helyzet. Mivel a Neptunusz visszahátrált, ugye, vagy ott mindig ott van a halakban, bocsánat, tehát ott van a halakban, a Szedna pedig az ikrekben, ez egy olyan szextil, ami kvadrát energiákat köt össze.
ugye szeretném tisztán látni, hogy mit kell szétszednem az életemben és újból összerakni. Nem mindig látom tisztán, mert ott van a Merkur csaplás. Aztán a Neptunusz-Vénusz trigon, ami a jegyek végén még gyönyörűen ott volt, tehát 2 nappal ezelőtt, azt felhívhattam volna a figyelmet rá, de tök mindegy, mert ilyen azért 8 havonta van egy, sőt, 8 havonta 2, 4 havonta van egy ilyenünk. És tehát itt ez a Neptunusz-Vénusz trigon, ami fokilag abszolút rendben van, sajnos ugye energetikailag viszont kvinkunx, hiszen az oroszlán és a halak az egy karma energiában van egymással. Aztán a Neptunusz fekete hold lilit opozíció, ha megnézitek, az egyik a mérlegben van, a másik a halakban, ez megint egy kvinkunx energia, és végül a Plutó Neptunusz szextil, ami most majd megint nagyon érdekesen beélesedik, az viszont ugye egy szemiszextil energiát hordoz, hiszen a Plutó a vízöntőben van, a Neptunusz pedig a halakban, de nem sokára vissza fog hátrálni a Plutó is a babba, és akkor megint tiszta lesz a szextil energia. Így néz ki, tehát a Neptunusz az, ami egy kicsit kilóg az egészből, de attól ez még egy korona. Csak néha nem úgy működik, ahogy kéne. Kicsit az jutott az eszembe, hogy a mi szent koronánknak a tetején is, hiszen ki volt ez a kretén elbebeteg, aki azt mondta, hogy pont 23 és fél foka a dőlés szöge, és az nem lehet véletlen, persze. Egy kalapással szétverték a dobozt, mert nem találták a kulcsot a koronázáskor, és akkor felült ez el, és aztán úgy hagyták, és nem is ez az eredeti kereszt, tehát a pap Gábor szerint egy sokkal nagyobb kereszt volt rajta, tehát több sebtől vérzik az egész elmélet. Nem, annak egyenesnek kéne lennie, valakinek ki kéne végre egyenesítenie, valakinek meg kéne találni az eredeti keresztet, vagy legalábbis a leírását, meg kéne csinálni, a csüngőket rá kéne rakni úgy, ahogy voltak, és akkor lehet, hogy elkezdene rendesen működni, az a Szent Korona éppen ideje lenne. Na, nézzük a transzcendens égitesteket. A Vénusz alatt van Nestor, talán hallottatok a nestoriánusokról, ők egy keresztény szekta voltak, az ős keresztényeknek a minőségét hordozták, tehát az ősi Jézusi tanításokat hordozták, aminek köze nincsen a judeo-kereszténységhez. A Neptunuszon változatlanul Seát van, ugye a Pegazus bétája, ami az egyik, tehát a legfontosabb gyógyuló helye az öngyilkosoknak. Még egy jó ideig ott lesz a Neptunusz a Seáton, aztán majd eltávolodik tőle, mikor már 28 fokon lesz, akkor túl nagy lesz meg az Orbis, aztán majd megint úgy alapban fogva megy. A Plutón ott van Harmónia és Kasszandra, két eléggé érdekes archetípus, hiszen a Harmónia mindenáron való harmónia teremtés, azoknak, akik vágyfülűek, és egy kicsit már elkezdte dolgozni az aszteroidákkal. Ugye a harmónia istennőjének az ellentéte a római panteonban a diszkordia. Most ki volt diszkordia a rómaiaknál? Eris. Aki ugye, ami egy égitest, drasztikusan változó külső körülményeknek az égitestje. És a harmóniának a karma asztrológiában nem Eris az ellentéte, hanem a Viktória. Ugyanis gondolj bele, hogy vagy győzni akarok mindenáron, és azt se érdekel, hogy mi pusztul el, vagy harmóniát akarok teremteni. Tehát itt most van lehetőség, van egy transformációra, a harmóniát illetően, a harmónia visszaállítását illetően. Igen, de ott van Kasszandra, tehát senki nem hisz nekünk. Hát nézzetek körül, pontosan ez történik. Tehát megint mondom, tehát az az őrjöngés, ami folyik, tehát egyszerűen annyira röhög. De tényleg röhög, tehát tényleg olyan, mintha a kimúló ostobaságnak a halás sikolyait hallanánk, tehát mindegy, hát tudjátok. Annak idején az apukám az közgazdász volt, és a marketing tanszék vezetője nagyon jó barátja volt. És mindig röhögtek, mert mindig mondta ez a pasi, nem mondom a nevét, mert nem mondom a nevét, de többször volt ugye nálunk családi vacsorán, és mondta, hogy ő az egyetlen, aki hivatalból szíthatja a kommunizmust, vagy hát megideologizálhatja a gazdaságilag, hogy miért van. És akkor, mikor mondták, hogy de igen, de a kapitalizmus az most már halódik, és mindig hozzátett, hogy de szép halál. Hát igen, a halálok azok nem mindig szépek, nem tudom, hogy ezt én nem tartanám szépnek minden esetre, ami most folyik itt a nagy liberális összeborulás címén. És akkor a Szednál ott van Ámor, Cerberus, Morszomnusz és Pelion. A Morszomnusz most már kezd egy picit eltávolodni, mert éppen retrográd, a Pelion pedig éppen utoléri a Szednát. Ugye úgy, ezek ugyanazok, amik pár nappal ezelőtt, az Ámor szerelem istene, ugye a kis pufók angyalka, Cerberus ugye az alvilág őrkutyája, Morszomnusz halál és álom, a kettőse, tehát tulajdonképpen ugyanaz, mint hipnosz és tanatosz a görögöknél, tehát a görögök is, meg a rómaiak is azt gondolták, hogy ezek testvérek,
és mondtam, hogy ez az arhe, ez a, tehát valaki rám írt, hogy nem lehet azt, hogy, már nem tudom, mit kérdezed, de nem, tehát ez semmi más nem jelent, mint pont azt, ahogy gyakorlatilag meghaltak azok az emberek, egy nagyon kedves orvosbarátom mondta azt, valószínűleg azért ennyire nincs így igaza, de azért elgondolkodható, hogy akire lélegeztetőgépet raktak, az meghalt. Hát ezen azért elgondolkodnék, és úgy tudom, hogy azért ez nem teljesen igaz, tehát lehet, hogy ő egy kicsit költőjén túlzott. Feljön az élet hegye, amit meg kell mászni, ugye? És a plejádok, hát pedig az Istenő lakhelye. És a fekete hold változatlanul a szupergalaktikus központban van, egészen 3 fokig, tehát amikor mérleg 3 fokon lesz, egészen addig ott lesz. Ugyanis most jelenleg 1 fok hirtelen zárással a fekete hold, hogy bocsánat, a szupergalaktikus központnak, a fekete holdnak meg az elődátok 1,5 fok. És ugye ezeknek az égi kulcsterületeknek gyakorlatilag 2 fok az orbita. Tudom, megint hadarok, most megint rám fog írni valaki, hogy megint hadarok. Tényleg így van, hogy amikor nagyon fáradt vagyok, vagy amikor tudom, hogy sietnem kell, akkor sokkal gyorsabban beszélek. Elnézést, megpróbálom magam lelassítani, lassítsátok le a hangfelvételt, vagy hallgassátok meg 2-3-szor, és akkor majd érteni fogjátok. És van egy bumerángunk is, egy gyönyörű bumerángunk van itt a budapesti képletben, 24-26 fokon, a speciál asztenes majdnem mindegy, mint ott van, csak nekünk rá van rakva az asztenes tengelyünkre, és nézzétek meg, milyen érdekes a téridő. Ez ugye a Mars, bocsánat, még nem a Mars Uranusz, tehát ez, ennek az egésznek ugye az a lényege, hogy a Vénusz és a Plutó, a Vénusz és a Plutó szembe került egymással. Ez a téridő pillanat, ugye, és ebben a téridő pillanatban, ahogy mondtam, a Mars és az Uránusz egyre közelebb kerül egymáshoz, és szembe kerülnek a Lilittel, az aszteroida Lilittel, lázadás az igazságtalanság ellen. Ami cserébe a sötét hold Lilittel csinál egy kvinkunkszot, ez egy bidirekciós kvinkunksz, lázadás és az átok magunkra vétele. Gyerekek, nézzetek körül, pontosan ez történt. Rikácsolnak, berekednek, üvöltöznek velünk, hisztériáznak, visítanak, egészen döbbenet, pontosan ez történik, mi meg gyakoroljuk a szabad akaratunkat. Bocsika, szuverén ország vagyunk, és van véleményünk, és ez nem feltétlenül kell, hogy egyezzen a fősodorral. És persze a Chiron és Eris konjunkció, mondom, ennek az évnek a legfontosabb karmasztrológiai fényszöge, szintén nagyon fontos, és egyre pontosabbá válik, de az még egy pár hét, amire túl pontos lesz. Két lassú égítésről van szó. Az Eris sehova nem megy, 600, 500, valahány év, 558 év a keringés ideje, a Chiron meg most ebben a jegyben különösen aztán. Na és akkor nézzük meg a transzcendens égi testeket is. Az aszcendens Lilith együttállás, ami konkrétan tényleg azt fejezi ki, hogy lázadunk az igazságtalanság ellen, ez van ott, ugye a felkelő pozícióban, vagyis ez a legerősebb pozíció, ami létezik, mert hogy ez az, amit használni akarunk a következő időszakban. Tájfun, a természet romboló erői, Deukalion, a túlélés. Ugye Deukalion Prométheusnak volt a fia, és Zeus őt és a feleségét választja ki arra, hogy túléljék az özönvizet, azért, hogy utána új emberiséget hozzanak létre. És éppen ezért a Deukalion nevű kentaurhoz két dolgot kapcsolunk a karmasztrológiában. Az egyik a túlélés képessége, és a másik pedig a feladatra való kiválasztottság. Ez van az aszcendensükön, meg a Liliten. Szerintem nem is olyan nagyon rossz. És az Agéna pedig a Kentaur bétája, ami pedig azt fejezi ki, az egész Kentaur csillagkép a Chironi karmikus sebekből, egyáltalán a karmikus sebekből való gyógyulást szimbolizálja, és tudni kell, hogy ezt a konstellációt sosem látjuk sajnos innen, ez csak déli féltekéről lehet látni. Tehát az aszcendens Lilith, vele szemben a deszcendensen, ott van a Marson, ott van Pax, tehát mondtam nektek, hogy be fogja érni a Paxot a Mars, ugye, tehát az aszteroidák azok kétszer olyan lassan mennek, mint a Mars, tudni kell, amúgy a Marsnak 2 éves a keringés ideje, az aszteroidáknak még 4-4,5 év, az Uranuson pedig ott van a Requiem, de azt nem tegnap is ott volt, a Lempó, ezek mind ott voltak tegnap is. Requiem, ugye a gyászmise, egyébként a Marson is ott van, tehát most már olyan közel került a Mars, az is ott van. A Lempó, elmondtam, hogy ez a litvánoknak, ugye, meg nem litván, bocsánat, a finneknek, az őseposzt teremtő istene, akit aztán a keresztény időkben démonizálnak, és az Algol, ugye a Perseus bétája, ami a feminin beavató iskolának a szimbóluma. És a Chironon
egy csomó minden van. Paracelsus, Guinevere, Valhalla és Pompeia. A Valhalla az Istenek csarnoka, a Paracelsus egy zseni, ugye? Elszervezek ugyanaz van, talán a Pompeiát értik be. Nagyon érdekes, mert nagyon sokszor a Pompeia mostanában prominens. És sokat gondolkoztam azon, most megint láttam egy képet Pompejnek a feltárásáról, ahogy megkövesedtek ezek az emberi tetemek, ugye, ahogy ráömlött a forró láva, és nagyon érdekes, mert hogyha atomháború lesz, akkor meg kb. Az aszfalton lesz egy ilyen fekete nyom, annyi marad belőlünk, tehát azért izgalmas, ugye itt a Kairóban van a Pompeja, tehát mint hogy figyelmeztetni, hogy figyelj ma oda a történelemre, és tanuljunk már a hibáinkból. És akkor az Elisze még ott van Demeter. Na, tehát ez a téridő pillanatunk, tehát ezek azok az állások, amik meghatározzák ezt a bizonyos Vénusz-Plutó fekete lyukat, és közvesen jött föl a... Még be is felhősödött, ami nem, hogy esni fog, nem tudom, mondom, nagyon-nagyon korán van. Vigyázzatok magatokra, a Vénusz-Plutót egyébként fel lehet használni arra is, hogy erőt adjon nekünk, hogy bátorítsuk magunkat, hogy ha el akarok érni harmóniát, anyagi javakat, szerelmet, akkor a Plutónak az erőhatalom transformációs erejét kellene felhasználni. Ajrá. Megint hirdetni való, igen, már mindig elfelejtem elmondani, ha tetszett, nyomj egy lájkot, ha igazán tetszett, akkor légy iratkozz fel a csatornára, legyünk mindjárt többen, küldjetek nekem szívecskéket, meg ilyen vízbaszokat, és köszönöm, és ne kötök egy velem, mert az nem érdemes. Jó, köszi, sziasztok, vigyázzatok magatok!